Magyarországon 10 bagolyfaj költ, közülük 5 rendszeres, helyenként gyakori fészkelője a lakott területeknek. A hazai fészkelők közül 2, elsősorban az erdei fülesbagoly, alkalmanként pedig a réti fülesbagoly is csapatosan telel lakott területek fáin. Az ilyen telelő helyeken többnyire néhány vagy néhány tucat madár látható, a százas példányszám már ritka. Ezért is elképesztő, hogy Magyarország bagoly fővárosában, Túrkevén, illetve a szomszédos Kisújszálláson a telelő erdei füles baglyok száma az 1000 példányt is meghaladhatja. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület minden évben a lakosság segítségével országos erdei füles bagoly telelőhely felmérét szokott hirdetni. Az idei évi szinkronszámlálás január 19 és 22-e között zajlott. A Magyarországon telelő erdei füles bagoly csapatok országos felméréséhez a karcagi Kádas iskola is bekapcsolódott. Az izgalmas programban a felső tagozatos és szakiskolás diákok osztályfőnökeikkel vettek részt. Mivel az idei volt a harmadik számlálás, amelyben részt vettek, tudták, hogy mely helyszíneken találhatóak meg nagy valószínűséggel a baglyok, melyek a kedvenc nappali pihenőhelyeik. A zord időjárás sem tántorította el a lelkes résztvevőket a számlálástól. A megfigyelés adatait egy internetes Google Form jelentőlapon keresztül küldték be a központba. Az elkészült összesítést február végén teszi közzé a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján.